Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a gyakran tűzgyújtással is járó kerti munkálatoknak. Emiatt az elmúlt időszakban több helyen gyulladt meg az aljnövényzet. A következő időszak különösen kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának, ezt Leskovics Zoltán tűzoltóval ezredes mondta el Híradónak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársa hozzátette. A száraz növényi részek ilyenkor könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan tovább terjedhetnek. Tavalyi évben, 2017-ben összességében 598 szabadtéri tűz volt a megyében. Idei statisztikánk még jobb képet fest. A mai napig összesen 46 ilyen jellegű tűzesemény volt, de szeretnénk ezt a statisztikát minimalizálni, tehát minél kisebb számot látni, és szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét a tűzgyújtási szabályok fokozott betartására, hogy minél kevesebb kárral járó tűzesemény történjen. A szabadtéri tüzek szinte mindegyikét emberi gondatlanság, felelőtlenség okozza, pedig sokat tehetünk annak érdekében, hogy megóvjuk környezetünket. Tűzgyújtás esetén például figyeljünk arra, hogy a közelben mindig legyen megfelelő mennyiségű oltóanyag. Ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül, baj esetén pedig hívjuk a 112-es segélyhívó számot. De a lakóingatlan udvarán történő égetést is szigorú rendeletek szabályozzák. El kell különíteni a belterületi, illetve a külterületi területeket. Belterületen abban az esetben lehet szabadtéri tüzet gyújtani, tehát a felhalmozott növénytermesztésből származó hulladékot, kifejezetten növénytermesztésből származó hulladékot, illetve nyesedéket elégetni, hogyha a helyi önkormányzati rendelet erre engedélyt ad, és csak is az abban meghatározott módon és időtartamban lehet égetni. Külterületen egy picit más a helyzet, ott tulajdonképpen engedélybeszerzésre szükséges a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságtól, ez a katasztrófavédelmi kirendeltség. Az engedélykéréseknek a tervezett égetés előtt legalább 10 nappal meg kell történnie, és csak az abban meghatározott feltételek szerint szabad tüzet gyújtani. Abban az esetben, ha valaki szabályellenesen végzi ezt a tevékenységet, 20 000 forinttól 60 000 forintig terjedő tűzvédelmi vagy helyszíni bírságra számíthat.